Futbalista angyalok. Focizike Isten címmel szokatlan írás jelent meg 2018. július 27-én az Élet és Irodalomban. Frölich Róbert főrabbi kényszerült arra, hogy megvédje Istent Németh Sándortól, aki azt állította, hogy az argentin válogatott átok alá került, és azért szerepel gyengén a világbajnokságon, mert az argentin futballszövetség lemondott egy tervezett felkészülési mérkőzést Izraelben. Az írás azért szokatlan, mert olyat láttunk már, hogy valaki az ószövetségi Istent kegyetlenebbnek gondolja, mint az új szövetség Istenét, holott ugyanarról a személyről van szó, akihez a változás árnyéka sem fér. De olyat még nem láttunk, hogy zsidó rabbinak kell megvédenie a szerető Istent egy keresztény lelkésztől, akinek az Isten képe kísértetiesen hasonlít az ördögre. Ez fontos kérdés, mert nem mindegy, hogy egy lelkésznek milyen Isten képe van, milyen Istenben hisz, milyen Istent közvetít a hívei felé. A főrabbi abba a helyzetbe kényszerült, hogy egy keresztény lelkésszel szemben kellett az Ószövetségből kimutatnia, hogy Isten nem kegyetlen, hanem kegyelmes, irgalmas és jószívű. Pedig János apostol újszövetségi levelében olvasható először a kijelentés, hogy az Isten szeretet. János egészen pontosan ezt mondja: szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. A tét nem kevesebb, mint az, hogy Németh Sándor ismeri-e az Istent. Ha szeret, és Istent úgy ismeri, mint aki a szeretet, akkor ismeri az Istent. Ha nem szeret, akkor nem ismerte meg Istent. Azt pedig tudjuk, hogy milyen az isteni szeretet. Nem olyan, mint amikor a hídgyülekezete imakommandója dolgozik, és átok zsoltárokat olvas éppen valaki fejére. A Biblia szerint a szeretet nem rója fel a gonoszt. Jézus azt mondta, hogy áldjátok azokat is, akik titeket átkoznak. A gonoszt is jóval győzzétek meg. Frölich főrabbi nem az új szövetség, hanem a Tóra alapján tette fel a kérdést, hogy Isten ilyen hirtelen haragos-e. Valóban Isten büntetése az, hogy kiestek az argentinok a futballvilágbajnokságon? Isten haragja valóban így rapid és kézzelfogható módon manifesztálódik? Kérdezte. A főrabbinak az Ószövetség igéiből sikerül kimutatnia, hogy Isten megbocsát a vétkesnek már mielőtt vétkezik, mert tudja, hogy mi rejtezik a szívben. Ismeri a gondolatot, mielőtt megszületne, így ismeri a bűnös cselekedetet is, még annak elkövetése előtt. Isten türelme hosszú, nem sújt le azonnal a vétkesre. Isten a gonosz miatt is bánkódik, és a megtérésében reménykedik. Bármilyen hatalmas bűn is Németh Sándor szerint lemondani egy edzőmeccset Izrael ellen, Isten nem veri meg azonnal átokkal az argentin csapatot. Nem sújt le, ahogy Németh Sándor tenni, hanem kegyelmes, irgalmas és hosszantűrő. A főrabbi emlékeztet arra is, a Biblia számos története bizonyítja, hogy Isten nem bünteti meg az ártatlant a bűnössel együtt. A felkészülési mérkőzést nem Messi és csapattársai mondták le, hanem az argentin labdarúgó szövetség. Németh Sándor azt állította, hogy Isten megalázta őket, és a világ zsenie, Messi, mint egy tehetségtelen lúzer úgy vonult le a pályáról. Abba már bele sem merünk gondolni, mi lett volna, ha az argentin válogatott kiáll Izrael ellen, és megverik Izraelt, mint szódás a lovát. Akkor micsoda átok jött volna Messire. Talán soha egy gólt nem tudott volna rúgni, mert Isten megbosszulja az Ábrahámnak lőtt gólokat. Németh Sándornak ilyen Isten képe van. Mindez csak látszólag vicces. Németh Sándor és az általa képviselt evangéliumi mozgalom ilyen Isten képpel beszél az abortuszról, a melegekről és a liberális demokráciáról. Ezek a tanítások állnak Orbán Viktor, Donald Trump és Putyin támogatása mögött. Az illiberálisok legnagyobb támogatói az evangéliumi keresztények. Hogy milyen meggyőződés alapján, ahhoz érdemes megnézni, miért mondta le az argentin futballszövetség az izraeli edzőmeccset. Az izraeli fél az amerikai nagykövetség Jeruzsálembe történt áthelyezése után a meccset is áthelyezte Haifából Jeruzsálembe. Ez provokatív húzás volt, amivel az izraeli kormány adott politikai tartalmat a meccsnek. Ők hozták az argentinokat olyan helyzetbe, hogy állást foglaljanak egy forró világpolitikai kérdésben.
pedig ők csak focizni akartak, nem Ábrahám ügyében színt vallani, főleg nem Netanyahu kampányában részt venni. Argentina nem akarta a válogatottját politikai ügybe keverni, és azt helyesen tette. A meccs lemondásával nem a gázai övezet és a palesztinok mellé állt, ahogy Németh Sándor állította, csupán nem akart senki mellé állni. Futballisták, nem politikusok. Bele akarták rángatni őket valamibe, amiben nem akartak részt venni. Izrael államája felelősség, amely csapdát állított nekik. Az evangéliumi mozgalom Netanyahut és az ő politikai irányzatát azonosítja a bibliai Izraellel és Ábrahámmal. Ezzel sikerült a baloldali izraeli zsidókat kirekeszteni Ábrahám magvából. Az argentinok az Ábrahámnak adott áldás miatt lettek átkozottak. Aki ellentmond Netanyahunak, egy izraeli politikai irányzatnak, az átkozott. Isten megbünteti. Ezt képzelik. Érdemes megvizsgálni azt is, hogy az ilyen biblia magyarázat milyen indulatokat szül, hogyan csapódik le az egyszerű hívők körében, akik az efféle tanítások alapján szavazni fognak. A hetekben Magyari Ferenc tanárúra, a Bornemissza Péter általános iskola és gimnázium oktatójára hárult a feladat, hogy megvédje Németh Sándor proféciáját az átokról, miután Argentina a következő meccsen nyert, és a világbajnokságon tovább jutott. Magyari tanár úr folytassa Messi című cikke nem mindennapi gondolatokkal zárult. A láthatatlan erkölcsi rend működését Izland és Horvátország jelezte Argentina számára. Amikor a sócsomagoló üzem dolgozója egyszerűen levette Messit a pályáról, és egy alsóbb osztályú csapat kapusa kifogta a világ legnagyobb sztárjának büntetőjét, az az életgyőzelme is volt a hormonkezelt műemberek virtuális világa fölött. Foglaljuk össze a tényállást. Németh Sándor tévedett, és az argentinok nem estek ki. Az országos főrabbi a Tórából és az ószövetségi könyvekből levezette, hogy Isten nem kegyetlen és igazságtalan, ahogy a vezető lelkész képzeli. Argentina válogatottja nem került átok alá a lemondott edzőmeccs miatt. Németh Sándort az ószövetség előírásai alapján meg kellett volna kövezni az argentin győzelem után, mint hamis profétát, mert a megprofétált átok nem működött. A profécia nem teljesült. Ehelyett ők a vétlen argentinokon és Messin vettek elégtételt. A gyülekezeti újság emiatt Messit hormonkezelt műembernek nevezte. A világ zseniének tragédiáját az élet győzelmének mondta. Messi egy megvetendő lúzer, ha nem támogatja az izraeli vallási szélső jobb oldalt. Az nem elég, hogy az ellenfeleiket sem. Aki nincs velük, az ellenük van. Ezzel nincs vége. Még van egy csavar. Az argentin válogatottban többen hisznek Jézus Krisztusban, mint az izraeli kormány tagjai között. Több közük van Ábrahámhoz és Ábrahám hitéhez, mint azoknak a farizeusoknak, akik majd az Antikrisztust is újonva fogadják, Németh Sándorral együtt. Jézus Krisztus azt mondta róluk, hogy nem Ábrahám a ti atyátok, mert akkor hinnétek bennem. Márpedig ki Ábrahám magva, és kik Ábrahám örökösei? Nem azok-e, akik hisznek Jézus Krisztusban? Ezek pedig az argentin focisták, és nem Netanyahu. Németh Sándor most Jézus Krisztusban hisz, vagy belépett az Ószövetségbe? De akkor metéltesse is körül magát. Ám ha minden leszármazott Ábrahám fia, Soros György miért nem az? Mert Sorost Németh Sándor a Fidesz kampányával összhangban támadja. Saját szavai szerint akkor Németh Sándor is átkozott, mert Soros Györgyben Ábrahámot átkozza. Hogy legyen még egy fordulat a történetben, érdemes meghallgatni, mit mondott az átok alá került, a lúzer, hormonkezelt műember Messi, miután győztek. Tudtam, hogy Isten megsegít minket, és nem engedi, hogy kiessünk. Lehet, hogy Messi jobban ismeri Istent, Isten szívét, mint Németh Sándor vezető lelkész. Van a történetnek másik fontos tanulsága is. Az, ahogy emberekről beszélnek, ha nem illeszkednek a szektás világképbe. Messi egy betegséggel született, és emiatt megállt a növésben. A Barcelona melléje állt még akkor, amikor nem lehetett tudni, hogy Messi lesz a világ legjobb futballistája. Fizette a kisfiú gyógyszereit, és Messi egész életében hálás maradt érte. Soha nem hagyja el a Barcelonát. Kevés szebb történet van ennél. Messi Isten ajándéka a világnak, hogy szórakoztassa az emberiséget.
Mivel Netanyahu nem tudta propagandára felhasználni az argentin válogatottat, azt keresztények átkozottnak nevezték. Ezt képzelik ők bibliai filoszemitizmusnak, amit a főrabbi visszautasít, pedig ő talán nem vádolható antiszemitizmussal vagy Izrael ellenességgel. A rossz istenkép következménye a gyűlölet, amely felszabadult német hamis biblia magyarázata nyomán a gyülekezetben. Messit ártatlanul átkozottnak mondták. De ahogy ismerem a társaságot, Messit nem csak átkozottnak nevezték, hanem jól meg is átkozták, mint Izrael ellenségét. Az argentin válogatott az izraeli ügy előtt is vergődött. Messi személyes tragédiája az, hogy mindent megnyert, csak a válogatottal nem tud trófeát szerezni. Németh Sándort ez elégedettséggel tölti el. Örül az átoknak, amit Messi és a csapata kapott. Mit mond a Biblia a kár örömről? Mit mond arról, ha elesik a te ellenséged? Messi soha nem bántotta Németet, még csak nem is az ellensége. Németh mégis örül. Egy lelkész nem együtt érzi, amikor egy tehetséges ember élete válságát éli át. Ez egy pásztor. A pásztor nem ölébe veszi a juhot. Isten szíve ilyen volna. Ilyen hamis proféciák nyomán születnek az illiberális szavazók. Ez az istenkép áll a szélső jobboldal keresztény támogatói mögött. Pat Robertson, az ismert hamis proféta, akinek 700-as klub című műsora látható az ATV-n, a World Trade Center ledöntése után azt mondta, hogy megérdemelte Amerika. Isten büntetése volt a melegek miatt. Az ő istenképe szerint pusztuljon el 3000 ártatlan ember a mások bűnei miatt. De Isten Szodomának is megkegyelmezett volna, ha Ábrahám jobban számol, és Isten talál 10 igaz embert a városban. De New Yorkban a 3000 között csak volt 10 igaz ember a tornyokban. Mit szólna ehhez Fröhlich Róbert főrabbi, aki Ábrahámot idézi, amikor Istennek azt mondja, hogy elveszted-e az igazat is a gonosszal egybe? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz. Távol legyen tőled. Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna igazságot. Mindenki a saját bűneiért felel. Jézus a megváltás előtt is azt mondta a Siloám tornyáról, hogy az nem az emberek bűnei miatt dőlt le. S mi lett a terrortámadás eredménye? Hány meleggel lett kevesebb Amerikában vagy New Yorkban attól, hogy 3000 ártatlan ember meghalt? Isten pórú járt. Füstbe ment a terve? Vajon a terrorizmus oldalán állna? Ha ez a módszere, a terrortámadás, hogy embereket megtérésre indítson, miért áldozta fel a fiát? Elég lenne néhány öngyilkos merénylő. A terroristák ugyanazt mondták, amit Pat Robertson. Azok gyilkosok voltak. Ha Pat Robertson egyetért velük, akkor ő kicsoda? S akik egyetértenek Pat Robertsonnal, azok nem tévedtek el? Feltehetjük a kérdést, milyen Istenben hisznek ezek. Ha ártatlanok halála nem számít, mit gondolnak a melegekről? Halljanak meg! Nem arról volt szó, hogy Jézus Krisztus halt meg a bűnösökért és a bűnösök helyett? Halljanak meg ők is! Ezt gondolhatta az orlandói melegbár elleni terrortámadás elkövetője is. Az iszlám és keresztény fundamentalizmus összeért. A Pittsburghi zsinagóga elleni terrortámadás is a gyűlöletbeszéd eredménye. Az elkövető azért gyilkolta le a zsidókat, mert elhitte, hogy Soros György és a zsidók szervezik Amerikába a muszlim bevándorlást. A tömeggyilkos Trumpot és az evangéliumi keresztény prédikátorokat hallgatta. Ez vezetett mészárláshoz. A hitgyülekezete ugyanezt mondja. Ez keresztény gyűlöletbeszéd, mert olyan is van. Amiből mészárlás lesz, az gyűlöletbeszéd. Mindez azért nem érdektelen, mert ők adnak tanácsokat Trumpnak, ők döntenek el választásokat. Korábban az iraki háború elindításában is nagy szerepük volt. Mindent megtennének azért, hogy siettessék a bibliai proféciákat, hogy mielőbb visszajöjjön a messiás. Az, hogy a messiás visszajövetele előtt olyan mértékű pusztulás, katasztrófa és gyilkolás lesz, amilyen nem volt a föld kezdete óta, nekik nem számít. Amikor Trump a kedvükért Jeruzsálembe költöztette az amerikai nagykövetséget, ami mit sem változtatott a közel-keleti helyzeten, másnap 60 ember halt meg. De az evangéliumi keresztények újjongtak.
Nekik fontosabb egy hamis profécia, hogy ők Isten előtt és helyett beteljesítsék azokat, mint az emberek élete. A Biblia szerint nem az ő dolguk, hogy meghatározzák, mi mikor történjen. Szektás bugrissággal semmit nem tudnak siettetni, csak fájdalmat okozni, gyilkolni és rombolni. Ami az isteni igazságosságról alkotott képet illeti, azt jól illusztrálják a focizni tudó angyalok, akiket Németh Sándor a futball Európa-bajnokságon parancsolt a magyar válogatott mellé. A biztonság kedvéért csak azután tették nyilvánossá Németh Sándor Gera Zoltánnak írott levelét, miután a magyarok legyőzték az osztrákokat. Zakó esetén ez nem biztos, hogy megtörtént volna. Így viszont ő intézte el a győzelmet. Futballista angyalokkal. Németh Sándor ezt az üzenetet küldte Gerának. Zoli. Az Úr hatalmasan áraszta reád és a csapatra az osztrákok elleni játékban kegyelmének gazdagságát, és vezessen benneteket győzelemre. Küldje el az Úr a futballozni tudó angyalait közétek, és minden helyzetben legyenek segítségetekre. Védjék a magyar kaput, és rúgjanak gólokat az ellenfél kapujába, valamint őrizzenek meg benneteket a sérülésektől, és adjanak minden helyzetben erőt nektek, hogy mindenben felülmúljátok az osztrákokat. Légy vezére a csapatnak, hogy az Úr neve legyen felmagasztalva kiváló játékod által is. Szeretettel, Németh Sándor. Ezzel Gera minden megmozdulása neki szerzett dicsőséget. Learatta a sikerét. Ő intézte el az angyalokkal. De ez nem vicc. Németh Sándor és hívei valóban úgy gondolják, hogy ez így működik. Isten beáll, és az angyalaival elcsalja a meccset, hogy Németh Sándor kedvében járjon. Ezt a hídgyülekezete tagjai szilárdan hiszik. Nem gondolnak arra, hogy a másik csapatban is lehetnek keresztények, vagy nem sportszerű az egyik csapatot angyalokkal megerősíteni. Ha az osztrákok elhiszik azt, amit a hitesek, csalás miatt meg is óvhatnák a meccset, mert angyalok avatkoztak be a játékba. Nem érdektelen az sem, amit Gera Zoltán válaszolt. Kedves Sándor, köszönöm a bátorítást, jó kívánságokat és a támogatást, amit kaptam és kapok tőled és a gyülekezettől. Nem lehetnék itt Isten kegyelme nélkül és az áldott tanácsaid nélkül. Üdv, Zoli! Másodszorban szóba kerül Isten is a hálaadásban. Az áldott tanácsok nyilván azt jelentették, hogy Németh Sándor mondta meg azt is, mikor mehet külföldre játszani, mikor nem. Az életének minden területén totális kontroll alatt tartotta. Ezt ismerjük. Gera fontos Németh Sándornak, mert a jobboldali sajtó szerint ő volt az összekötő kapocs Orbán Viktor felé. Nem is értjük, Csányi Sándor miért nem figyelt fel eddig a Gera mögött álló áldott tanácsokra, és miért nem tette meg Németh Sándort szövetségi kapitánynak. Különösen, ha egyetlen szavára jönnek a mennyből a futballozni tudó angyalok, és eldöntik a meccset. Németh Sándor olyan lehetne, mint Mézga Géza az akaratát vívő készülékkel. Arra nincs magyarázat, hogy mi történt Andorra ellen, amikor csúfos vereséget szenvedett a magyar csapat. Ha csak az nem, hogy Gera nem játszott. Ilyenkor elhagyja az Úr a csapatot. A futballista angyalokat egy jobban imádkozó átirányított a Barcelonába. Átokról nem lehet szó, mert Magyarország áldott, hiszen Orbán Netanyahu támogatja, és Németh Sándor megmondta, az ország jó úton halad. Szerencse, hogy a FIFA nem csapott le Németh Sándorra. Ruandában betiltották a futballmeccseken a mágiát. Az előzmény az, hogy az Uganda-Ruanda afrikai nemzetek kupája selejtező mérkőzésen tömegverekedés tört ki, mert az egyik fél a másikat azzal vádolta, hogy dzsudzsu varázslással védte meg a kapuját a góltól. Ez a focista angyalok bevetésének afrikai mutációja. Az afrikai pályákon ez gyakori, és gyakorlatilag minden imát mágiának minősítettek, ami az eredmény befolyásolására természet fölötti segítséget kívánt igénybe venni. A babona, a mágia keveredik a bibliai hittel. A bibliai hit nem az, hogy varázsolhatok, az akaratomat ráerőltethetem bárkire. Ez nem hit, és nem ima. Ez mágia. De Németh Sándor sem bízott mindent a futballista angyalokra. Leszerződött az olasz Internacionáléval, amely a Szent Pál Akadémia FC csapatával közös futballakadémiát indított. Ezzel Németh Sándor biztosította Orbán Viktor és a Fidesz szimpátiáját.
Aki a NER kedvezményezettje akar lenni, annak minimum egy foci csapatot vagy futballakadémiát működtetnie kell. Az IMA kommandónak adhatott egy kevés munkát, hogy a program fővédnöke Javier Zanetti 143-szoros argentin válogatott, ami a fentiek szerint ekkor már az átok jele. Ha a Szent Pál Akadémia nem lesz néhány éven belül első osztályú csapat, akkor itt kell keresni a kudarc okát. Bejött az argentin átok a Szent Pál FC-be. Az anyagi áldásról Németh Sándor gondoskodott a szokott módon. Megfejte a gyülekezet tagjait. Az első nyilvános edzés előtti napon estét rendezett, ahová fejenként 100 000 forint volt a minimális belépő. Egy hites nem jelenhet meg a felesége nélkül, tehát ez egy családnak minimum 200 000 forintjába került. Figyelték és megjegyezték, kik jelennek meg, ahogy azt is, hogy kik nem. A teremben jobb helyeket lehetett kapni 150 000-es, 300 000-es és az 500 000 forintos fejenkénti belépőkért. Ha valaki ki akart tenni magáért és meg akart felelni a vezető lelkész elvárásainak, akkor a feleségével együtt 1 000 000 forintjába került a vacsora Zanettivel. Nem tudjuk Németh Sándor melyik belépőből vásárolt, de vannak tippjeink. A vezető lelkész személyes meghívójában hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha minél több fiatal is megjelenne. Elvileg róluk szólna az egész. Ezért a 18 év alatti hites gyerekek fejenként 50 000 forintért szintén elmehettek megnézni Németh Sándort és Zanetti bácsit. Gyerek egyedül nem jöhet, ezért minden gyerekjegy vonzott még minimum 200 000 forintot. Mindezt az Úrért, mert Németh Sándor azt írta, hogy a keresztény ifjúságot és a jövőt támogatja, aki az estélyen részt vesz és fizet. A futballakadémia azt a célt szolgálja, hogy a gyerekek a hit útján maradjanak. Eddig azt hittük, hogy ez az ige hirdetés útján történik. A hívők elhitték, hogy ez is az egyház dolga, mint a démonűzés, amit nekik kell anyagilag támogatniuk. Eszükbe sem jutott, hogy az egész Orbán Viktornak szólhat, nem pedig a keresztény ifjúságnak. Ők fizetik a futballakadémiát, Orbán pedig fizet Németh Sándornak. Csak Németh Sándor nem fizet senkinek. Gera Zoltán a világban híres emberekhez hasonlóan nem csak futballista. A híd gyülekezetéhez tartozó énekesek, sportolók, politikusok és újságírók nem rendelkeznek szabadon az életük fölött. Ezt a jogot Németh Sándor gyakorolja. Feladatuk hasonló, mint a híres szientológusoké. Gera pedig fontos szereplővé vált, miután egy futballmániás ember lett Magyarország teljhatalmú ura. Ezt Németh azonnal átlátta. A Heti Válasz című lap azt írta, hogy Gera Zoltán jó szolgálati nagykövetként is értelmezhető az egyház és a Fidesz között. Az Iszonyból Viszony című cikk szerzője azt vizsgálta, hogyan lett az SZDSZ fiókegyházának nevezett hídgyülekezetéből a Fidesz fiókegyháza. Ebben különös jelentőséget tulajdonít Gera Zoltánnak, aki bensőséges barátságot ápol Orbán Viktorral, és a fontosabb meccseire jegyet küld neki. A miniszterelnök pedig személyesen járt közbe, hogy a csatár ismét szerepeljen a válogatottban. Orbán nem tudta, hogy ezzel a futballista angyalokat is beküldte a csapatba. Vajon Orbán Viktor rászorul-e, hogy ingyen jegyeket küldjön neki Gera Zoltán? Vajon kinek az előrelátását dicséri mindez? Az áldott tanácsok nyilván ezúttal is a megfelelő helyről érkeztek. Mindez azért nem volt elég. Németh Sándor már 2008-ban készült a fideszes hatalomváltásra. Pontosan tudta, hogy vagy kiegyezik a Fidesz vezetésével, akit Orbán Viktornak hívnak, vagy a Fidesz fogást talál az anyagi ügyeken, elkapják őt és elkobozzák a vagyonát. Az új exóduszban elkezdte puhítani a tagságot. Szokásos öninterjújában előadta az ideológiát, hogy az egyház építés elején a különbségekre tettük a hangsúlyt, de a jövőben nagyon fontosnak tartom azt is hangsúlyozni, mi az, ami összeköt bennünket a kereszténység különböző ágazataival. Magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy Németh Sándor tudta, ha a történelmi egyházakkal nem pacifikálja a viszonyt, Orbánnal lehetetlen lesz kiegyeznie. Nem hagyják a katolikusok. Ezért meghirdette az összefogást a kereszténység különböző ágazataival. Az Alberto című egykori remekmű indexre került. A pápaságról szóló illegálisan kiadott könyvek lekerültek a polcokról. Az Opus Dei pedig kívánatos, édes gyümölcs lett. Németh Sándor megspékelte ezt még egy katolikusoknak szóló koalíciós ajánlattal is.
Az Egyesült Államokban vagy más nyugati demokratikus országokban tiszteletben tartva a különböző keresztény felekezetek közötti különbséget, az összefogásra teszik a hangsúlyt, hogy közösen érvényesítsék bizonyos kérdésekben az érdekeiket. Ilyen például az abortusz vagy a homoszexuális házasság kérdése. Ezekben az országokban kialakult egy úgynevezett keresztény koalíció, amely a katolikustól egészen az evangéliumi kereszténységig magában foglalja az egyházakat, sőt, sokszor még más vallásokat is. Amit Németh Sándor etéren előadott, az maga a Parázna asszonya jelenések könyvéből, amely a fenevadon államhatalmon lovagol. Annak érdekében, hogy megúszta mind a börtönt, mind az egyházi státusz elvesztését, a milliárdos vagyona elkobzásáról nem beszélve, ökumenikus keresztény koalíciót javasol, amely az államhatalommal összefonódik a közös erkölcsi kérdések alapján. Ilyen az abortusz, a melegházasság, a zsender elmélet, amelyeket az állam üldöz. Ha valaki kíváncsi arra, hogyan lesz a jelenések könyvében megírt Antikrisztus megjelenése, akkor azt itt most elolvashatta. Erre hivatkozva fonódik össze a keresztény koalíció, a Parázna asszony, a diktatórikus állammal, amely a világdiktatúrában ölt testet, amelyet az Antikrisztus vezet, és az izraeli vallási jobboldal pedig ünnepel. Ezért szavaznak a hívők az illiberális diktatórikus államra, s juttatják hatalomra az Antikrisztust. Németh Sándor az új exóduszban bejelentkezett erre a szerepre. A katolikus tanítóhivatal sem mondhatta volna szebben. Ha azt szeretnék az egyházak, hogy az alapvető morális normáik érvényesüljenek a társadalomban, azt csak összefogással lehet megvalósítani. Ezt a szerepet mindenhol a keresztény közösségek, felekezetek vállalják fel, miközben azzal is tisztában vannak, hogy egy közösség egyedül nem tudja ezt hatékonyan képviselni. Ehhez keresztény koalícióra van szükség. Vissza kell térni az Anya Szent Egyház programjához, az állam és egyház összefonódásához. Íme az SZDSZ alapító Németh Sándor. Ilyenre volt példa Magyarországon is, amikor a hídgyülekezete a katolikus egyház mellett ugyanazt az állásfoglalást fogalmazta meg a homoszexuális házassággal, az abortusszal vagy az eutanáziával kapcsolatban. Németh Sándor azonban nem lenne Németh Sándor, ha nem lebegtetné meg a mézes madzag mellett a fenyegetést is. Arra az esetre, ha Orbán netán elutasítaná az ajánlatát. Én abban bízom, hogy a Fidesz okult az 1998 és 2002 közötti időszak egyházpolitikai problémáiból, és nem annak a korszaknak a folytatását tartja feladatának. Ha viszont egy nagy egyházra fogja bízni az egyházpolitikát, akkor biztos vagyok benne, hogy ebből kemény ideológiai küzdelmek, harcok és feszültségek keletkeznek, amelyek megint elterelik a figyelmet a nemzet sors kérdéseiről, és lekötik az ezek megoldásához szükséges energiákat is. Ha Orbán nyugalmat akar, ki kell egyeznie a hídgyülekezetével. Ha a nemzet sors kérdéseivel akar foglalkozni, nem dobhatja oda őt a katolikus egyháznak. Különben kemény küzdelmek és harcok lesznek. Mindehhez a tervbe be kellett még kapcsolni egy olyan korrupt alakot is, mint Semjén Zsolt, aki összekötheti őt egyszerre a katolikus egyházzal és Orbánnal. A terv készen állt, de ehhez szükség volt még valamire, amit Orbánnak cserébe adhat. Németh Sándort ezúttal is a kopogtató cédulák mentették meg. Most nem az, hogy összegyűjti őket, hanem az, hogy az utolsó pillanatban nem gyűjti össze őket. Ezt 1998-ban már majdnem megcsinálta az SZDSZ-szel is. Erről szólt a Feszvan egyik fejezete. De most odadobta Orbán lábai elé az MDF-et. Megszületett az egyesség. A hídgyülekezete elvi alapon nemzeti egyház lett. Németh Sándor megúszta a fideszes totális hatalomátvételt. Megmaradt a pénz is, a hatalom is, a dicsőség is. Futballozhatnak az angyalok. A gyerekek is, ha hoznak labdát. Eljött az idő leszámolni az ellenséggel. Mindent megbosszulni.